Az egykori csendőrök dolgozó szobáját is egy az egyben megtekinthetjük a Hatvani Lajos Múzeum kiállításában. Minden pontosan úgy van elrendezve, ahogy akkor volt. A falakon még körözési plakátok is vannak. Több évtizedes korszakot ölel fel a rendvédelmi tárlat, ahol a pandúrok idejében használt eszközöket is megtekinthetjük. Ilyen például ez a lábbilincs is, ami több mint 10 kg súlyú, s ha valakinek ezt rátették a lábára, az nem szaladt el. Nem csak a súly gátolta ebben, hanem a vaslánc is sérüléseket okozhatott menekülés közben. A megnyitón Horváth Richárd polgármester a kiállítás összetettségét hangsúlyozta, ami jól prezentálja az eltérő korszakokat. Kitért arra, hogy a kéklámpás szervek azért dolgoznak, hogy a közösség tagjai jól és biztonságban érezzék magukat, éppen ezért maximálisan meg kell becsülni munkájukat. A kiállítás tulajdonosa Gulyás István állatorvos, aki 8 éves korában kezdte a gyűjtést. Először könyveket, később hanglemezeket szerzett be. Gulyás István évtizedek óta jó kapcsolatban van a régiségboltokkal, innen is ismerettségei alapján szerzi be relikviáit. Az 1956-os eseményekről is nagyon sok tárgyi emléke van. Katyusa lövek, PPSG pisztoly és számtalan fegyvert őriz birtokában ebből a történelmi eseményből. Teljes gyűjteményéből pedig erre az egyenruhára a legbüszkébb. Ez dr. Dobozi József egyenruhája, aki volt Nagykáta kapitánya, utána a kommandósok parancsnoka, utána pedig a köztársasági őrezred utolsó parancsnoka, mert most már ez megszűnt. És hát ebből a köpenyből mindössze kettő készült, egyik az övé, a másik a helyetteséjé volt, és az övé itt marad. Gulyás István elmondta, tervei között szerepel, hogy egy polgárőr múzeumot hozzon létre 60-ban. A rendvédelmi kiállítás 2 hónapig látogatható a Hatvani Lajos Múzeumban.